Új irodalmi portrébeszélgetés sorozattal mutatkozott be új évadában a Vörösmarty Társaság. A Kossuth utcában a megújult Vörösmarty teremben a társaság irodalmi alelnöke, P. Maklár Éva moderálásával, az Íróasztal című első beszélgetés vendégei, Zilahi Ágnes pedagógus író és Ferenci Noémi a Ciszterci Szent István gimnázium tanára, a Fejér Holló diákszínpad rendezője volt, aki nem mellesleg a közelmúltban debütált verseivel. A Vörösmarty Társaságnak volt ez az ötlete, és az Íróasztal címet kapta ez a sorozat. Most azért íróasztal, mert itt írók ülnek majd, akik beszélgetnek. Beszélgetnünk irodalomról, költészetről, kultúráról, a kultúrai mai helyzetéről, a változásokról, mindazt, amit fontosnak érzünk, és amire nagyon nagy szükség van. Zilahi Ágnes, akit pedagógusként ismerhettünk meg, majd különleges köteteivel lopta be magát az irodalombarátok szívébe, nem tett le arról, hogy visszahozza a 21. század gyermekeinek szívébe az olvasás gyönyörűségét, ezért új könyvével is ez a szándéka, interaktív foglalkozások keretében népszerűsíti a könyvek szeretetét. Jó lenne, hogyha a hallgatósághoz eljutna azok az üzenetek, amit mi itt szeretnénk közvetíteni. Én elsősorban a mesekönyvről szeretnék, a legújabb könyvemről beszélni, hogy milyen szándékkal írtam azt, hogy a sok tütyű-mütyű mellett és az e-könyvet nem válthatja ki a könyv, maga a könyv, mert a könyveknek megvan a maguk aurája, és a mesekönyveknek is. Tehát a gyerekeknek a képzelővilágát, gondolatvilágát az nagyon nagy mértékben fejleszti. Ferenci Noémi nagyívű hitvallása a pedagógusi munkában és a színpadi rendezéseiben is a minőség, nincs ez másként költészetében sem. A maga varázslatos, mélységesen emberi stílusában mindenfajta mesterkért okfejtés helyett tisztán és világosan fogalmazza és valósítja meg törekvéseit a jóra és az igazra. Nem csinálok mindent maximálisan, be kell látnom, de mindent hatalmas lelkesedéssel és odaadással próbálok tenni. Elsősorban a pályán próbálok nem csak megmaradni, hanem fejlődni, és mellette meg embernek maradni, és ahhoz kellenek ezek a luxus dolgok, mint a színház, meg a versírás, meg a drámaírás. Nálam ez így áll össze. Az első bensőséges hangulatú diskurzus vendégei nem csalódhattak, megismerhették a pedagógia, a tanítás és a szépírás különböző viszonyrendszereit, kapcsolódási pontjait, azt a mélységesen emberi attitűdöt, ami a jövő záloga is egyben.